Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, ezen a különleges napon, ezen a különleges hittanórán. Nagy szombat van. Hittanórának is ez a címe, Nagy szombat. Miért olyan különleges ez a hittanóra és különleges ez a nap? Hát azért, mert Nagy szombat talán a nagy hét legkülönlegesebb napja. Talán hallottátok többször ezen a héten, hogy nagy hetet emlegettek a felnőttek, szüleitek, magyar nyelvben a nagy hét minden egyes napját így szoktuk nevezni. Nagy hétfő, nagy ked, nagy szerda, nagy csütörtök, nagy péntek, és most itt vagyunk nagy szombaton. Miért is olyan különleges ez a nap? Ahhoz azonban, hogy megértsük ennek a napnak a jelentőségét, azt is meg kell tanuljuk, mi is az a nagy hét. De ahhoz, hogy a nagy héttel tudjunk foglalkozni, még egy dolgot definiálnunk kell, vagyis még egy fontos dolgot helyére kell tegyünk, ez pedig az egyházi év, és meg kell lássuk, meg kell nézzük, hogy a nagy hét az egyházi év csúcspontjaként pontosan hol is foglal helyet az egyházi naptárban. Lehet, hogy már láttatok egy ilyen különleges ábrát, olyan ez, mint egy torta, és ennek a tortának különböző szeletei vannak, és ez az egész egyházi évet igazából lefedi. Az egyházi esztendő, amely a karácsony ünnepkörrel kezdődik, és aztán a húsvéti ünnepkörrel folytatódik, karácsony ünnepkörrel, az azt jelenti, hogy advent első vasárnapján, látjátok, itt van, innen indultunk, és megyünk szépen körbe, és most itt tartunk valahol a nagy hét környékén. De mivel a nagy héttel, konkrétan pedig nagy szombattal szeretnénk foglalkozni, ezért nyugodtan el is felejthetjük most a felső részt, a karácsony ünnepkörrel talán majd egy másik alkalommal tudunk foglalkozni. Nekünk most a husvéti ünnepkör lesz a lényeges, Látjuk, itt kezdődött a nagybőjt, szerdával, rögtön farsang után. Talán még emlékeztek rá, akkor volt az a különleges iskolai szünet, ami ezt a mostani még különlegesebbet talán előkészítette. És azt látjuk, hogy itt a husvéti ünnepkör első részén, a nagybőt végén nagyon különleges napokat találunk, hiszen ennek a torta szeletnek egy külön címe, külön neve is van, a husvéti szent három nap. Tehát még kifejezetten ezekkel a napokkal szeretném foglalkozni, magával a nagy, nagy, héttel, és azt mondtuk, hogy a nagy hét csúcspontjával, majd a nagy és látunk ott egy ilyen különleges elnevezés, hogy husvéti vigília, no, de hát ezt majd egy kicsit később talán meg fogjuk fejteni, mit is jelent ez a különleges kifejezés. Találtam egy ilyen szép képet, ami a nagyhetet egyetlen festményen ábrázolja, különböző eseményeket látunk, talán egy kicsit régiesnek tűnik ez a festmény, úgyhogy kerestem egy másikat is, ami részletesebben bemutatja ezeket az eseményeket, amelyeket itt egy kicsit talán művésziebben látunk ábrázolva. Ez lenne a nagy hét. Látjátok, hogy nagyon-nagyon különleges ez a, a hét, rengeteg esemény van, és azt is látjuk, hogy vannak olyan napok, amelyekhez két kép is tartozik. Van olyan nap, amelyekhez kifejezetten csak egy. Ahhoz, hogy eljussunk idáig, és ezeket a mortos bácsikat megismerjük, és rájöjjünk, hogy miért ilyen szigorúak ők, és hogy miért nem nagy szombattal ér véget ez a hét, ahhoz először meg kell vizsgáljuk magát az egész hetet, és az egyes napokról néhány szót azért ejteni kell. Nézzük meg rögtön az elején. A nagy hét virágvasárnappal kezdődik. Egy különleges képet látunk, azt azért föl tudjuk fedezni, hiszen mindegyik képen ő a főszereplő, hogy az Úr Jézus, akinek egy szép glóriája van, Ugye Glóriának hívjuk ezt a fénykoszorút, amely övezi az ő fejét, mutatja, hogy ő a főszereplő a képeknek. Ezen a képen is őt látjuk, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Így néz ki tehát ez a különleges kép egészen közelről. Virágvasámpal kezdődött a nagy hét, és ha ebben az esztendőben nem is tudtuk ezt olyan szépen, ünnepélyesen megtartani, ahogy illene és ahogy kellene, itt a járványhelyzet miatt, azért egy pár tavalyi képet mutatnék, hogy fölidézzük, milyen is, amikor a virágvasárnapot tényleg a maga teljességében meg tudjuk ünnepelni. Figyeljetek a képeket, hát a fölfedezitek esetleg magatokat is egyik-másik fényképen. Virágvasárnap tehát az Úr Jézus ünnepi bevonulását ünnepeljük, pontosabban arra emlékezünk, hogy Jézus ünnepi menetben vonult be a Szent Városba. Olyan ez a bevonulás, mint egy kezdete ennek a nagyhétnek, éppen ezért a kezdete ennek a bevonulásnak is egy különleges, barka szenteléssel indítjuk a körmenetet, barkákat hozunk, pálmaágakat és barkákat, láttuk ott azon a kis sajzon is, hogy pálmaágakat terítenek az Úr Jézus elé, pálmaágakat tördeltek ott Jeruzsálemben a fiatalok. Mi is barkágakat és pálmágakat viszünk ilyenkor, és ezeket a lelkipászló, itt éppen én vagyok a, a képen, szentelt vízzel meghinti, ezt megáldásnak, megszentelésnek hívjuk. Azokat a barkágakat, tehát pálmágakat, ameket ti gyerekek, illetve a felnőttek elhoznak ilyenkor a templomudvarba, egy ilyen szép szertartással megszenteljük. Ilyenkor a nagyhét különböző szertartásain Virágvasárnap először ténylegesen mi vagyunk a főszereplők. Pontosabban ti gyerekek, akik a Jeruzsálemi gyermeksereget személyesítitek meg. Itt látjuk éppen a Kántor bácsival énekel egy kis szkóla, ők vezetik azt a gyönyörű éneket, ami a körmenetet kíséri. De azok a gyerekek, akik a körmenetben más feladatokat kaptak, őnek is nagyon fontos szerepük van, hiszen a Bibliában azt olvassuk, hogy az Úr Jézus bevonulását gyerekek éneke kísérte, akik pálmaágakat és virágokat terítettek le az Úr Jézus elé az útra, hogy olyan legyen, mintha egy szőnyegen vonulna be a Szent Városba. És ilyenkor virágvasárnap, ez megelevenedik a szemünk előtt, a barkágokat megszentelő és a szertartás vezető pap mondjuk így játsza az Úr Jézus szerepét, és ti gyerekek vagytok a Jeruzsálemi gyermeksereg. Itt látunk tavalyról egy-két képet, ahogy leterítettétek a pálmágakat és a barkágakat, hogy egyfajta szőnyeget készítsetek. Ugyanígy a Biblia tanúsága szerint a gyerekek a főső ruháikat, a pólóikat leterítették az útra, hogy ezáltal még szebb szőnyeget készítsenek a bevonuló Úr Jézusnak. Megelevenedett ez a gyönyörű esemény előttünk, és így kezdődött el a Virág vasárnappal a nagy hét. Különleges ez a hét tehát, így rögtön a bevezetőből is látszik. Hét azonban folytatódik. Nagy hétfő, nagy kedden, nagy szerdán, ha normális időszakban élnénk, akkor még iskolába is kellene járni, tehát semmi olyan különleges dolog nincsen. Viszont látjuk, hogy a következő képek, nagy csütörtök, már nagyon extra eseményeket mutatnak. Eleve nagy csütörtökhöz két kép is társul. Az egyiken Jézus látjuk a csodálkozó apostolaival, a másikon pedig az Úr Jézust, aki már szenvedésére készül, egyedül van, az apostolok hátul vannak, alszanak, olyan, mintha teljesen magára hagyták volna az Úr Jézust. Látjuk is, hogy alszanak, hogy itt a horkolásukat jelzik ezek a kis betűk. Az utolsó vacsorát emlegeti az első kép, és az olajfák hegyén az értünk virasztó, imádkozó Úr Jézus mutatja a második. Nézzük csak, hogy is néz ki akkor nagy csütörtök. Az utolsó vacsora napja ekkor vacsorázott az Úr Jézus utoljára a tanítványokkal, ekkor volt a különleges módon együtt. A zsidók számára ez a nap, ez a készületi nap, pontosabban a készület napnak az előestéje, ez egy nagyon különleges vacsora, amelynek nagyon komoly szertartása volt. Úgy is szoktuk mondani, hogy ez volt az első Szent Mise. Ezért is nagyon fontos, hogy ünnepélyesen tartsuk meg ezt a napot is, olyan esztendőkben, amikor erre lehetőségünk van. Idén sajnos ezt idén nem, nem, tudtuk úgy megtenni, ahogy egyébként szoktuk, éppen ezért tavalyról választottam képeket, ez éppen nem a Szent Misén készült. Ez egy festmény, ahol az Úr Jézus ábrázolja az apostolokkal, akik úgy csodálkoznak, amikor az utolsó vacsorán azt mondja, rámutatva a kenyérre, ez az én testem, rámutatva a borra, ez az én vérem, tanultuk, hogy mit, jelent az eukarisztia, mit jelent az oltári szentség. Nos, hát ezen az éjszakán történik meg először, hogy az Úr Jézus ezeket a szavakat kimondja, megtörtént tehát az első Szent Mise. Ezen a Szent Misén is az események részesei lehetünk, mi vagyunk a főszereplők, mi vagyunk azok az apostolok, akik ott vannak a Szent Misén. a legnagyobb ünnepélyességgel tartjuk meg ezt a Szent Misét, olyan esztendőkben, amikor erre lehetőség van. Látjuk tavaly is, milyen sok minisztrás gyűlt össze az oltár körül, Sőt, amit az Úr Jézus a Biblia tanúsága szerint az apostolokkal tett, azt mi megjelenítjük ilyenkor a Szentmisében, amiként az Úr Jézus megmosta a tanítványok lábát, ugyanígy a misét vezető pap a kiválasztott férfiaknak megmossa a lábukat, egyfajta jel jelképes gesztusként, tehát nem előlegezzük meg az otthoni, otthoni fürdést, hanem egyfajta jelképes gesztusként ezt az eseményt, mint egy ide varázsoljuk a templomba, megtörténik ugyanaz, ami az utolsó vacsorán is megtörtént. Látjuk tehát, hogy nagyon fontos szerepünk van a szertartásokon, ezekben a napokban minnyájunknak. Itt egészen közelről is látjuk ezt a különleges jelenetet, amely idén sajnos elmaradt a járványhelyzet miatt, de tavaly a templomokban megtörtént. A Szent végén azonban valami nagyon különleges dolog történik, olyan, amiről a hittanórán azt tanultuk, hogy egyáltalán nem szabályos, és hát nem is szabad, bizonyos dolgokat a templomban nem szabad megtenni. Megtanultuk időben azt, hogy a templomban nem szaladgálunk, nem kiabálunk, nem rendetlenkedünk, nem rosszaskodunk, és nagyon-nagyon vigyázunk az oltárra, nagyon vigyázunk a szentély berendezésére. Ezen az éjszakán azonban nagyon különleges dolog történik, mert a Szent végén a minisztánsok, és a papbácsi rendetlenkedni kezd az oltár körül, mert össze-vissza dobálja a terítőket, megfosztja az oltárt az összes díszeitől, és a gyönyörűen földészített oltárból nem marad semmi, olyan, mintha kifosztották volna a szentét, mintha mindent össze-vissza hánytak volna, mintha rablók garázdálkodtak volna bent a szentében. A gyönyörűen földészített oltárból csupán ennyi marad. Ebből is látszik, hogy a nagy csütörtök estéje is, miként a nagy hét mindennapja egy nagyon-nagyon-nagyon különleges szertartással gazdag. De tovább megyünk, hiszen a nagy hét napjainak a következő a sorában a nagypéntek. Ennek is két képét látjuk, itt rögtön az alján. Ez a két kép az Úr Jézust ábrázolja nagyon-nagyon különleges helyzetben. A keresztetfívő Jézus látjuk, és a keresztre feszített Jézus látjuk. Erről is nagyon sokat tanultunk hittanórán, hogy mit jelent az, hogy az Úr Jézus értünk szenvedett, értünk vállalta önként a kereszthalált. Mit jelentett az, hogy őt keresztre feszítették, azért, hogy bennünket szabadítson meg, hogy bennünket váltson meg a bűnszolgaságából. Ez a szertartás is nagyon különlegesen kezdődik, tavalyi képeket látunk itt is, hiszen idén a járványhelyzet miatt ezt a szertartást sem tudtuk olyan ünnepélyesen megtartani, ahogy szerettük volna. Ilyenkor azt látjuk, hogy a, a szertartást vezető pap leborul a földre, az oltár elé, az asszisztencia tagjai úgy szintén, mindenki másod látunk, más minisztánsokat is a kép szélén, a hívekkel egy együtt letérdelnek, és csöndösen imádkoznak. Nagyon különleges ez. Kifejezi azt a fajta alázatot, azt a fajta odaadottságot, amelyet nagyon ritkán látunk ennyire mélyen megmutatkozni a katolikus liturgiában. Egy másik különleges eseményt is szoktunk látni ilyenkor nagypénteken. Ilyenkor nincsen szentmise, Mise, Csonka Misének hívjuk ezt a szertartást. A szertartás csúcspontjaként a szertartás vezető pap fölemeli a keresztet és felmutatja, íme a keresztnek fája, rajta függött a világ üdvössége, jöjjetek, imádjuk. Ezt látjuk tavaly, nálunk a kertvási templomban is ilyen szép ünnepies szertartásban végeztük el, Idén Tegnap egy kicsit egyszerűbben a járványhelyzet miatt. Nagypénteken még egy különlegességgel találkozunk a templomban, és ez már a mai napra vezet át bennünket. pedig ez a látvány fogad, akkor, ha a nagypénteki szertartást befejeztük. Micsoda ez? Mit látunk itt a képen? Esetleg egy kicsit közelítsünk rá. Talán így már ismerősednek tűnik. Olyan ez a kép, mint egy kripta mint egy sírhely, hiszen tulajdonképpen ez is. Az Úr Jézus sírját látjuk itt. Minden templomban ilyenkor nagypénteken fölállítanak egy ilyen ünnepélyes sírhelyet, egy ilyen kriptát, egy ilyen jelképes kriptát, ahová behelyezzük az Úr Jézust meg, megmutató, megjelenítő szobrot. Sírt állítunk az Úr Jézusnak, hiszen nagypénteken a kereszten értünk meghalt. Szeretnénk ugyanúgy meggyászolni őt, mint ahogy a meghalt szeretteinket is meg szoktuk gyászolni. Akkor, amikor valaki eltávozik közülünk, kikísérjük a temetőbe, eltemetjük és ünnepi sírhelyet állítunk az emlékére, pont azért, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy ott nyugszik, ne feledkezzünk meg arról, hogyha meglátogatjuk ott a temetőben, akkor annál a sírhelynél imádkozzunk is. Az Úr Jézusnak is nagypénteken ilyen sírhelyet, jelképes sírhelyet állítunk a templomban, és ezt a sírhelyet látogatjuk meg, nagy délután, illetve nagy szombaton délelőtt, és erre idén is lehetőségünk van, hiszen ugyan ünnepi szentmiséget nem celebráltunk most a járványhelyzet miatt, de az Úr Jézus sírját csöndös imádságban fölkereshetjük. Arra kérek benneteket is, ha megteltitek, akkor sétáltok el esetleg szüleitekkel, nézzétek meg, hogy néz ki a templomban idén, kicsit talán kevésbé ünnepélyesen földíszítve, kicsit talán szegénysebb dekorációval az Úr Jézus sírja. És meg is érkeztünk a két szigorú bácsihoz, megérkeztünk a nagyszombati képekhez. Azt mondtuk, hogy a nagy hét csúcspontja a nagyszombat. Mégis azt látjuk, hogy nem fejeződik be, hanem az utolsó előtti filmkockánál járunk, az utolsó előtti rajznál járunk. Két nagyon szigorú bácsit látunk itt, igazából annyit ír a kép alatt, hogy a sírban. Miután az Úr Jézus meghalt a kereszten, levették a keresztfára az ő és úgy, ahogy egyébként mi is halottainkkal szoktuk, eltemették. Azonban attól féltek a zsidó főpapok, hogy valami különleges dolog fog történni, sejtették, hogy mi. Éppen ezért római katonákat állítottak a sírhoz, akik látjuk, hogy nagyon morcosak és nagyon szigorúak. Ők is inkább szívesebben mentek volna a kollégáikkal kártyázni, vagy valamit játszani, de nekik ott kellett állni, éjszaka és nappal is, és őrizniük kellett Jézusnak a sírját. Elérkeztünk tehát a mai naphoz, amiről azt mondtuk, hogy a nagy hétnek a csúcspontja, a nagy szombat a nagy hét csúcspontja. Mit kell ma csinálni? Milyen ez a mai nap? Jézus sírját látogatjuk meg, az azt jelenti, hogy csönd van, olyan szomorúság van, böjtölni kellene, imádkozni kellene. Emlékszem, gyerekkoromban édesem nem is engedte, hogy ilyenkor semmit tegyünk, ne együnk semmit, bőtöljünk, csupán patogott a kukorica volt kikészítve, és csupán abból szabadott szemezni. És majd délután a föltámadási szertartás után az ünnepi vacsorát szabadott elfogyasztani. Nagyon-nagyon bőjtösen kell tehát ezt a mai napot eltölteni, amennyire csak lehet. Igyekezzünk csöndben lenni. Igyekezzünk egy kicsit talán az imádságra koncentrálni, azzal is, hogy elmegyünk és meglátogatjuk az Úr Jézus sírját a templomban, úgy, ahogy szeretteink sírját is a temetőben felszoktuk keresni. Meglátogatjuk Jézust, elmondjuk egy -e csöndös imádságot. Akkor talán magával ragad minket ez a nap, ennek a napnak a különlegessége az, hogy ma olyan csönd van, ma olyan, mintha minden szomorú lenne. A templomban is ezt látjuk igazából, ha lehetőségetek van elmenni, meg fogjátok látni, hogy olyan üres a templom, olyan, olyan csöndös, olyan szomorú, olyan, mintha az egész világ valamilyen sötétségbe borult volna. Besötétedik, a templomban is sötét van, semmilyen különleges díszfényt nem kapcsolhatunk be ilyenkor a templomban, tényleg olyan, mintha ránk telepedne a sötétség. Mi közben azt látjuk, hogy édesanyád otthon már készít az ünnepi terítőket, Elkészítettétek már talán a piros tojást is, valami ünnepi készülődés is benne van a levegőben, miközben úgy tűnik, hogy mégis a sötétség uralkodik. Valahogy ezt a sötétséget mi le akarjuk győzni. Valahogy mi ez a sötétség ellen küzdeni szeretnénk. Gondolkodjatok egy kicsit, hogyan tudjuk a sötétséget legyőzni? Mi az, ami a sötétséget el tudja űzni? azt hiszem, hogy világos, hát ez csak is a tűz lehet. A tűz, a fény, amely a sötétség ellen tud küzdeni. Nagy szombat este a templomokban egy nagyon különleges szertartást kell elvégezni, amelyet idén pont a járványhelyzet miatt sajnos nagyon egyszerűen fogunk tudni csak megcselekedni, éppen ezért újra tavalyi képeket válogattam. Itt éppen tüzet látunk, egy tábor tűznek a képét, ezt gyűjtöttük meg mi tavaly a Kertvási Templom udvarában, és ezt a tüzet szenteljük meg ilyenkor. És erről a tűzről gyújtjuk meg azt a különleges gyertyát, amelyet minden katolikus templomban ilyenkor nagyszombat estén, nagyszombat éjszakáján meggyújtunk, és egy nagyon hosszú, egy nagyon ünnepélyes énekkel megszentelünk. Emlékeztek, azt mondtam az elején, hogy arra szóra vissza fogunk térni, azt írta ott abban a torta szeletben, hogy húsvét vigíliája. Nos, ez a szertartás, ennek a különleges gyertyának a meggyűjtása viseli ezt a nevet husvét vigíliája. Husvét, holnap van husvét vasárnap. Vigília azt jelenti, hogy valaminek az előestéje, valaminek a virrasztása, valaminek a beköszöntése. Ezen az estén tehát már egy picit, fél lábbal husvétot is ünnepeljük. Ezért mondtam, hogy olyan különleges ez a nap, érezzük a szomorúságot, de mégis bennünk van már az ünnepi készület. Meggyűjtöttük a húsvéti gyertyát, ezt a különleges és nagyon szépen földészített gyertyát, ezzel a nagyon hosszú és nagyon különleges énekkel ezt a gyertyát megszenteltük, és ezzel a különleges szertartásra ünnepeljük azt, hogy a húsvéti virasztásban elérkezik hozzánk a föltámadás. Megtapasztaljuk azt, hogy nem a sötétségé az utolsó szó. Látjuk azt, hogy a templomot tavalyi képek, gyönyörűen betölti a gyertya fénye, ugyanis erről a húsvéti gyertyáról aztán minden hívő, aki hozott magával gyertyát a templomba, a saját gyertyát meggyújtja. Így ezt a különleges lángot szétosztjuk a templomban, és az a templom, amely egyébként teljesen sötét volt, hirtelen fényárban fog úszni. Mindenki kezében ott a gyertya, ragyogó fényessé tölti be hirtelen a templomot a húsvéti gyertyának a fénye. Látjátok, milyen pici? És mégis azzal, hogy szétoztottuk a hívek között, hogy mindenki a saját gyertyát meggyűjtötte erről a gyertyáról, hirtelen ez a pici kis fényesség az egész templomot képes volt fényárba öltöztetni. Nagy szombat este tehát a föltámadást várjuk. Húsvét vigiliája azt jelenti, húsvétnak az előszobájában vagyunk már ma este. Jézus föltámadását várjuk azok a morcos katonák Jézus sírját őrizték, talán sejtették a főpapok is, akik odaküldték a katonákat, hogy valami történni fog ezen az éjszakán. Az Úr Jézus nem maradhatott a sírban. Ő rajta nem fogott a halál. Ő még a halálnál is erősebb. Olyan ez, mint amikor régen a zsidókat Isten kiszabadította Egyiptomból. Erről is talán sokat tanultatok hittanórán. Milyen csodálatos esemény volt, amikor a vörös tengeren átvezette őket. Hatalmas szeleket küldött az Isten, hogy a tengert szárazföldé változtassa, elfújja a szél a vizet, és száraz lábbal kijöhettek a rabságból, mondhatnánk így, az egész börtön faluból, ahol laktak a zsidók, és a szabadság földjére léphettek. Mi is ezen az éjszakán ugyanígy lépünk ki bűneink rabságából, azzal, hogy az Úr Jézus értünk halt meg a keresztfán, és értünk támad föl, minket is megszabadított, úgy, mint annak idején az Úristen a zsidókat a fogságból, Egyiptomból, bennünket a bűnök fogságából. Nagy szombat este tehát Jézus föltámadását várjuk ezen a nagyon különleges szertartáson. És ilyenkor, mivel husvét vigiliáról van szó, husvét előszobájából, mire való az előszoba? Hát arra, hogy levessük a cipőnket, és szépen belépjünk a szobába. Megtöröljük a cipőnket, ha esetleg sáros volt, levessük a kabátunkat, és szépen belépjünk a szobába. Nos, hát a szertartás is ilyen. Elkezdjük várni Jézus föltámadását, hogy aztán a szertartásban meg is ünnepeljük azt. Nagyon-nagyon-nagyon különleges ez a szertartás is, hiszen az Úr Jézus, aki föltámadt a halálból, megmutatkozik a liturgiában, kijön a lezárt sírból, hogy megmutassa, milyen nagyon szeret bennünket és ezt az ünnepélyességet mutatja, hogy mi se félünk már. Nem félünk többet az öregségtől, az elmúlástól, nem félünk a temetőktől sem. Nyugodtan kimerünk menni a temetőbe is, meglátogatni azokat, akik már ott nyugosznak. Mert imádkozunk értük, mert tudjuk, hogy amint Jézus kijött a sírból, ugyanúgy nekünk se a sír lesz a végállomás életünk végén, hanem a föltámadás. Ezen a szertartáson jelezvén ezt a csodát, hogy az előszobából beléptünk a nappaliba, fogalmazzunk így, a különleges szentmisében újra megszólalnak a harangok, újra szól az orgona. És noha ezt ma este, pont a járványhelyzet miatt nem tudjuk ilyen szépen ünnepélyesen meg, ö, ö, megünnepelni, megcselekedni, de majd azért fülejetek, és ha este felé, sötétedés után kiáltok az ablakba vagy a teraszra, esetleg kimentek az udvarra, és hatalmas harangszót hallatok, és azt halljátok, hogy mindenfelől zúgnak a harangok, akkor tudjátok, hogy a szertartás ahhoz a pillanathoz érkezett, amikor elkezdtük megünnepelni az Úr Jézusnak a föltámadását. Átváltozik az egész templom is, pontosan úgy, hogy a mi lelkünk is átváltozik akkor, amikor az Úr Jézus barátja akarunk lenni, akkor, amikor igazán megtisztítjuk a lelkünket, és igazán hozzá akarunk tartozni. Ugye, emlékszünk rá, Mutattam a képet, nagy pénteken ilyen dráma fogadott bennünket, nagy este lecsupaszítottuk az oltárt, egész nagy pénteken így láttuk az oltárt, össze-vissza voltak hányva a terítők, le volt csupaszítva minden díszétől megfosztva az oltár, de nagy szombat éjszakáján minden visszaváltozik, és gyönyörű díszbe öltözik az oltár. Nekünk is tavaly ilyen szépen föl volt díszítve a Keltvási templom oltára, Húsvét éjszakáján, hiszen ez a mai nap már, nagyszombat estéje, húsvét vigiliája, nyugodtan kaphatna ezt a nevet is, Jézus föltámadásának az ünnepi éjszakája, húsvét éjszakája. Viszont ebben az esetben, ha ez így van, és ha a nagyszombat estéje tényleg ennyire ünnepélyes, akkor azt hiszem, hogy, hogy nagyszombatnak nem ez az igazi képe, nem ezek a morcos bácsik, hanem talán ez lenne a helyesebb variáció, hogy oda tegyük mellé ezt az utolsó képet is, a azt a képet, amely a Húsvét vasárnap címet kapta, de hát ugye ma már Húsvét előszobája van, Húsvét vigíliája, belépünk Húsvét ünnepét megtartani, a föltámadás napját, talán a leghelyesebb lenne, ha el is felejtenénk ezeket a morcos katonákat, ezeket a szigorú bácsikat, és csupán a föltámadásra koncentrálnánk. Ezt jelképezi tehát ez a gyertya is, a húsvéti gyertya, ez éppen látjuk a dátumot, 2019. 18, ha jól látom, akkor éppen ez a tavaly előtti gyertyának a képe. Azt látjuk, hogy egy szépen ünnepélyesen földészített gyertya hirdeti a föltámadást, ugye ez az a gyertya, amit meggyújtottunk, a megszentelt tűzről, és amelynek a lángja aztán az egész templot beborította azzal, hogy a hívek kezében is a gyertya erről a gyertyáról kapta a lángját. Foglaljuk hát akkor össze, kedves gyerekek, hogy mit is tanultunk ma, nagy szombatról, erről a különleges napról. Megtanultuk azt, hogy ez az egyházi év legszentebb hete, a nagy hét, és azon belül a legszentebb nap, a nagy szombat, a nagy szombatnak pedig a legszentebb éjszakája, amely olyan nagyon különlegesé teszi ezt a napot. Megtanultuk azt, hogy Jézus értünk halt meg, most a sírban fekszik. Nagy szombat van, meglátogatjuk a templomban az Úr Jézusnak a sírját. Egy kicsit, mint erőt venne rajtunk a szomorúság, de nem engedjük, hogy ez a szomorúság igazán legyőzzön minket, mert az Úr Jézus nem maradhat a sírban. Ő föltámad a halálból, kijön a sírból, lezárt sírjából, értünk. Át kell húzni nyugodtan a nagyszombatnak ezt a képét, ezeket a szigorú, ezeket a goromba bácsikat, nem foglalkozunk velük, nem érdekel már minket ma éjszaka után az Úr Jézusnak a, ez a fajta őrzött sírja, hiszen mi az üres sírt látjuk már, holnap, aki elmegy a templomba esetleg, ugye sajnos nem szabad ünnepi szentmiséget celebrálni, de a templom nyitva lesz, be lehet nézni, és a mai sír, ahol látjuk az Úr Jézus holtestit ábrázoló szobrot, hirtelen üressé válik, és holnap az Úr Jézus föltámadásának vasárnapján már az üresét látjuk csupán. Jézus föltámadását várjuk, tehát kedves gyerekek, készüljetek ti is a holnap a föltámadás vasárnapjának, húsvét ünnepének szép megünneplésére. Segítsetek otthon édesanyátoknak elkészíteni az ünnepi terítéket, de egy kicsit igyekezzetek ti is ma bőtölni. Egy kicsit talán kevésbé az ünnepi vacsorára koncentrálni most a nap első felében. És ha csak egy mód van rá, akkor esetleg nézzetek be a templomba ma, megnézni Jézusnak a sírját, egy-egy imádságotot elmondani szeretteitekért. Ha van testvéred, akkor esetleg ő érte, vagy testvéreidért esetleg szüleidért is, nagyszüleidért is, akik most a bezárság miatt talán olyan sokat szenvednek, olyan magányosak. És ne felejtsük el, mi az Úr Jézus föltámadását várjuk. A mai nap nagy szombat ezért olyan különleges, mert a várakozásunk beteljesedik. Húsvét vigiliája lesz mai éjszaka, ami már húsvétnak az előszobája. Az előszobából pedig belépünk a szobába, megünnepeljük húsvét vasárnapját. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindannyiótoknak áldott húsvét ünnepeket kívánni. Szakály Józsefet hallottátok, innen Szabadkáról, a Pannon televíziós stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!